itt a pályán mindig arról szól, hogy a maximumot kell nyújtani, még akkor is, hogyha a játék jobban megy nekünk, és hát igazából több helyzetünk volt. Az első fél időben igazából ezt az előnyt még jobban növelhettük volna. Hát igazából ilyen, ők is küzdöttek, egy gólt találtak, és így izgalmas maradt a második fél idő, és az pedig inkább egy, a második fél az inkább egy ilyen, hát hogy mondjam, egy ilyen verekedősebb foci volt, amin ott is helytáltunk, és igazából hát büszke vagyok a csapatra, egy jó teljesítmény nyújtottunk, megnyertük, ez a legfontosabb, és ugye a hibákat próbáljuk hát azokat következő meccsekre kijavítani, és igazából ennyiről szól a legfontosabb három pont. Ilyenkor a legfontosabb az, hogy 90 percig ugye koncentráljunk, és ez meg is volt. A végig küzdött a csapat, szóval még egyszer szerintem megérdemelten nyertünk, de szerintem a második fél időre, így a következő meccsekre még többet kell, hogy ott is próbáljunk dominálni, labda nálunk legyen, és még jobban menjen a futball. Hát ez így könnyű mondani, de nyilván az a cél, hogy minden meccset megnyerjük, de úgy érzem, ez a csapat ez képes arra, hogyha tényleg figyelünk minden meccsen, és követjük ugye a mester utasítását, ugye ők eléggé felkészülnek ugye minden meccsre, és ha tényleg betartja mindenki az adott feladatot, akkor szerintem hát elég sok meccset meg tudunk nyerni, de nyilván nem szabad olyan előre nézni, mert mindig egy meccsre koncentrálunk, és a legtöbbet akarjuk kihozni a csapatból, hogy a legjobb legyen természetesen.